Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Jakus László üdvözölte az esemény résztvevőit, amelynek házigazdája a győrszemerei önkormányzat volt. 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka több mint 3000 roma ember gyilkoltak le Auschwitzba, és 1972-ben döntött úgy a Roma Világkonferencia, hogy akkor ezt a napot a Roma Holokauszt emléknapjává teszi. Ennek, tehát erre való megemlékezés gyanánt, illetve egyfajta tájékoztatás gyanánt szerveztük ezt a történeti konferenciát, ahol neves előadók vesznek részt, és ők próbálnak felvillantani momentumokat a Roma Holokausztból. A Roma Holokauszt egy hosszú folyamat volt, ami már a helyi rendeletekben korlátozta a cigányság életterét. Igazából a magyarországi cigányság története is egy olyan terület a magyar történelmen belül, ami nagyon hiányos. De ezen belül a Roma Holokausztnak a témaköre számtalan fehér foltot rejt, és a mi egyesületünk többek között ezért is szervezte ezt a konferenciát, hogy valamilyen módon a szakembereket, történészeket, levéltárosokat ösztönözze arra, hogy ezt a területet kutassák. Egy nemzet nem engedheti meg magának a felejtést, közös emlékezetünk része az is, ami fájdalmas és tragikus, hangzott el az eseményen. 500 éve élünk egymás mellett, és ennek az együttérésnek voltak sajnos ilyen mélypontjai is, amikor hát igazából mindenféle indok nélkül gyűlöletből elpusztítottak több ezer cigány honfitársunkat. Úgyhogy erről tudni kell, tehát ez azért fontos, mert ha ezeket tudjuk, ha a fiatalok, idősebbek, bárki, aki ebben az országban él, ezt tudja, akkor szembe tud nézni ezzel, és el tudja önmagában, és el tudja határozni, hogy ő is mindent meg fog azért tenni, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. A civil szervezetek, egyesületek már 7 éve pályázhatnak hasonló programokra, ami segíti a cigányság történelmének feltárását, megismerését. Egyre több a megemlékezés, és én azt látom, hogy 2010 óta, mióta vannak ugye ezek a pályázatok, és több ilyen pályázatot is indítottunk, és több olyan pályázatunk volt, ahol kimondottan elvárás volt, hogy legalább egy alkalom valamilyen konferencia vagy emlékműsor erről szóljon a Roma Holokausztról. Egyre inkább látom, hogy az országban most már talán 100 fölött van azoknak a településeknek a száma, akik megemlékezést tartanak. Tehát egyre inkább elfogadott. Maguk a romák is elmondják, hogy ők is nagyon keveset tudtak erről, hiszen ez egy titokban tartott tény volt, úgy kell kutatni. Sok kutató, nem olyan nagyon sok, de több kutató is foglalkozik ezzel, levéltárakban kell utána járni, akár helytörténeti emlékeket kell keresni. A mai napig vitatott még a történészek között is a Roma Holokauszt, az áldozatok számát sem sikerült pontosan meghatározni. Legendák kerengenek különböző létszámokról, 50 ezer, 100 ezer, meg megsemmisülés. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem van egy ilyen munkám, hogy nem a mai Magyarországot kell nézni, meg az akkorit, hanem az osztrák-magyar monarchia cigányait, mert többségében nem a magyar területekről kerültek ki. Tehát amikor augusztus 2-ét ünnepeljük, akkor azokat a magyarul beszélő cigányokat, valójában részben az egykori Burgenlandról, Szlovákiából és Romániából vitték el. A magyarországi kivitelre 44 októberében és novemberében került sor. A német harmadik birodalom által megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a helyi romákat. Különböző becslések szerint a holokausz során a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át gyilkolták meg.